A pillanat, amin életek múlnak. A telefonját nyomkodta és zenét hallgatott, ezért nem figyelt a veszélyre az a 16 éves fiatal, akit a napokban gázolt halálra a vonatgyálon. Pénteken pedig egy 14 éves lány szaladt át a tilos jelzés ellenére az érkező vonat előtt, az ő életét sem lehetett megmenteni. A MÁV csoport oldalán közzétett videóban Molnár Péter mozdonyvezető hívja fel a figyelmet a vasúti sineken való átkelés veszélyeire. Eddigi pályafutásom alatt 8 embert ütöttem el, higgyék el, ez rettenetes érzés. Épp ezért kérem Önöket, magam és valamennyi mozdonyvezető társam, kollégám nevében, hogy a vasútüzemi területen, állomásokon, pályaudvarokon, vasúti útátjárókban fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szeretnénk kérni Önöket, hogy a fül, fejhallgatók használatát, illetve a mobiltelefon használatát, nyomkodását erre az időre függesszék fel. Hatalmas tömeggel érkezünk, több száz méter a fékút távolságunk, amennyiben belépnek elénk, esélytelen megállnunk. A MÁV hálózatán idén már 56 baleset történt vasúti átjárókban, amely során 15-en vesztették életüket. A statisztika pedig Szabolcszat már Berekben is lesújtó. Nyíregyházán is sajnos nagyon gyakran előfordul a Vásártéren, a Malomnál és a város számos pontján, ugyanis keresztezi a város, kettészeli az a vasúthálózat, ami az Záhony és Debrecen-Budapestet összekötő nyílt vágány, egy villamosított pályaszakasz. És sajnálatos, hogy a gyalogosok nem veszik komolyan, hogy a kijelölt áthaladási lehetőségen közlekedjenek, megpróbálják lerövidíteni azt az utat, ami esetleg az A pontból a B pontba vezet, és ezzel életükkel játszanak, nagyot kockáztatnak, aki a vasúti simpályán olyan helyen akar áthaladni, ahol az szigorúan tilos. Ezért az lenne a legfontosabb, hogy figyelmeztessük azon fiatalokat, akik bedugva a fülükbe a zenét hallgatva, telefont nyomkodva a kezükbe közlekednek, hogy a vasút közi szintbeli kereszteződéséhez érve, vagy bárhol is nagy veszélye van annak, ha nem arra koncentrálnak, és nem veszik fel a szemkontaktust a pályaszakasszal. Nyíregyháza belterületén több olyan vasúti átjáró is van, ahol motorvonat közlekedik, amely szintén számos veszélyforrása lehet a figyelmetlenül közlekedőknek. Ebben az évben is két esetben volt motorvonattal való ütközés, tavaly évben robogó ütközött motorvonattal, és azt megelőzően éves szinten a Nyíregyháza külsőn történt vasúti átjárónál, úgy például a Kéményseprő utca vagy a Csemete utcánál több baleset is történt. Sőt, láthattunk olyan felvételt, hogy egy ott tartózkodó személy felvette épp azt, amikor a tilos jelzés ellenére hajtott valaki a vasúti sinekre, és már régeségen pirosat mutatott a szemafor. A balesetek számának visszaszorítása érdekében a MÁV csoport arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között legyenek körültekintőek, hiszen járművel vagy gyalogosan is élethalál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása.